Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Főtisztelendő püspökatyák, kedves paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim, diósgyőriek, miskolciak, egriek, borsodnádasdiak, mindenki, aki szerette és tisztelte Mikolai Vince atyát, székesegyházi kanonokot, főesperest. Gyászba van az egri főegyházmegye papsága, a diósgyőriek, az égben viszont örvendeznek azok az előttünk járt egri egyházmegyés papok és hívek, azok a diósgyőriek, akik már hazaköltöztek az Úrhoz, hogy dicsőségben a szenvedés koronájával megtisztelve hazatért a mennyei atyához a diósgyőriek szeretett plébánosa. Az elmúlt hónapokban mindannyian aggódva, együttérzéssel, kísértük figyelemmel és imádsággal az ő szenvedéseit, tudtuk, hogy nagy fájdalmai vannak, tudtuk azt, hogy egy szenvedő paptestvért látunk benne, és örültünk annak, amikor ennek ellenére mindenütt, ahol ott kellett lennie, ahova a szíve hívta, mindig jelen volt. Itt a templomban, vagy akár az ökumenikus istentiszteleten, Miskolc-Mindszenten, amikor már látszottak a vonásain a szenvedésnek a nyomai. Vince atya, ahogy mindannyian ismertük, nagy rendező volt. Szeretett és tudott is rendezni. És nagyon készült az aranymiséjére. 3 hét múlva körülbelül lett volna az aranymiséje, és hát azért imádkozott, hogy megérhesse az aranymisét. És mindent próbált előkészíteni az aranymisére, de azt nem gondolta, hogy megelőlegezi 3 héttel az aranymiséjét, mert mi most úgy vagyunk együtt, körülötte, itt a koporsója mellett, mintha az ő aranymiséje lenne. Ilyen sok paptestvér biztosan nem jött volna el az aranymiséjére. Ilyen sokan a hívek közül
biztosan nem lettek volna itt, azért, hogy vele együtt hálát adjanak. Most az égben ünnepli az aranymisét, és mindannyian vele együtt hálát adunk az ő hivatásáért, az ő papi életéért, a hűséges szolgálatáért, amelyet a legvégsőkig mindig kitartással viselt és hordozott. Legyen az Úristen az ő örökjutalma, és a többi szent papokkal együtt imádkozzon értünk, akik még itt vagyunk, akik még dolgozunk az Úr szőlőjébe, és akik az Úr követésében járunk. Most az érte bemutatott szentmise elején tekintsünk önmagunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igenem a névékemen, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtlen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és éveket testvéreim, hogy imádkoztatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Isten, Ő Atyám,
foglaltok Isten előtt engem. A hit remény szeretetért állva állom, ő lehet egyedül célom boldogságom. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, add, hogy szolgád Vince áldozó pap, akit földi életében a szent szolgálattal tüntettél ki, a mennyei dicsőségben mindörökre örvendezzék. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, egyikük sem él csak önmagának, és egyikünk sem hal meg csak önmagának. Amíg élünk, Istennek élünk, és ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, mindig az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg, és azért támad fel, hogy mind a holtaknak, mind az élőknek ura legyen. Mindnyájan Isten ítélő széke elé jutunk. A Szentírásban ugyanis ezt olvassuk. Amint igaz, hogy élek, mondja az Úr, előttem meghajlik minden térd, és minden nyelv magasztalja az Istent. Tehát mindegyikünk számot ad magáról Istennek. Ez az Isten igéje. Amen.
Evangélium Szent János könyvéből. Amikor Jézus megérkezett Betániába, Lázár már 4 napján a sírban feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mint egy 15 stádiumra, fél óra járásnyira. Így sok zsidó jött Máriához és Martához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki: Testvéred fek fog támadni. Erre Márta így szólt: Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus folytatta: Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, míg ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki: Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világban jön. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Excellenciás és főtisztelendő érsek atya, főtisztelendő püspök atyák, főtisztelendő paptestvérek, különösképpen is Vince atya tanítványai, kedves diósgyőri hívek, megrendült lélekkel és szomorúan vesszük körül paptestvérünk koporsóját, valahogyan úgy, ahogy a megváltó Jézus is mélyen megrendült az ő barátja Lázár sírjánál. Az iránta való tiszteletünk és szeretetünk miatt nagyon sajnáljuk, hogy ilyen hamar itt hagyott bennünket. Nem csak a diósgyőriek, hanem mindnyájan már is átérezzük a hiányát. Azt szoktuk mondani, hogy nincs ezen a földön pótolhatatlan ember, de vele kapcsolatban mégis úgy gondoljuk, nehéz lesz őt pótolni. Istennek legyen hála. Szomorúságunkban és fájdalmunkban segítségünkre siet keresztény hitünk, amely azt tanítja, hogy az ember teremtő és üdvözíteni akaró Isten nem pusztulásra teremtett minket. És Jézus Krisztus által mindnyájunkat meghívott az örök élet boldogságára. Jézus föltámadás alapján hittel valljuk, hogyha követni tudjuk őt nem csak életünkben, hanem még szenvedésünkben és halálunkban is, akkor remélhetőleg követni fogjuk őt a föltámadásban is. Igen, testvéreim, Krisztus húsvéti misztériuma mindnyájunk számára megtapasztalható valósággá válhat. Ez a mi hitünk, ez a mi reménységünk, elhunyt paptestvérünk számára pedig immáron a beteljesült valóság. Ebben a hitben és ebben a szent meggyőződésben erősített meg most bennünket az Isten igéje, Szent Pál apostol a szent leszkében, az evangéliumban pedig az Úr Jézus szavai által, amikor ő azt mondta, azt ígérte nekünk: én vagyok a föltámadás és az élet, és mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg örökre.
szomorúságunkat valamelyest enyhíti, hogy Mikolaj Vince atya 74 évet élt. Azt is mondhatnánk, hogy egy teljes, egész, befejezett papi életet, hiszen majdnem megérte az aranymisét. És az a különleges kegyelem is megadatott neki, hogy nem érte őt váratlanul és készületlenül a halál. Tudatában volt annak, hogy közeledik az utolsó órája. Halála előtt, Isten és az emberek előtt mindent elrendezett. Halálos ágyán ő is elmondhatta Szent Pál apostol szavait. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Most már készen vár engem az igaz élet koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igazságos bíró. De nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják az ő eljövetelét. Elhunyt paptestvérünktől a Szentmise közösségében, a Szentmisében veszünk végső búcsút. Mindjárt tudjuk, hogy a Szentmise legfontosabb része az átváltoztatás, de nagyon szépek és nagyon fontosak a konszekráció előtti és a konszekráció utáni imádságok is. Az átváltoztatás és az Úr felmutatás utáni imádságban, minden szentmisében emlékezünk, Krisztus Urunk, írtunk választ szenvedésére, halálára és föltámadására, utána pedig megemlékezünk az élő és elhunyt keresztény testvéreinkről. A mai napon, ebben a szentmisében az egyház hivatalos megemlékezéséhez, anamnéziséhez nyugodtan hozzá kapcsolhatjuk a mi személyes megemlékezésünket Vince atyával kapcsolatban. Ebben a szentmise áldozatban nem csak Jézus megváltó áldozatára emlékezünk, hanem nyugodtan emlékezhetünk Vince atya életére, életáldozatára, az ő szenvedésére és kereszthordozására is. Életrajzi adatait mindnyájan megismerhetjük, de nyilvánvaló számunkra az a legfontosabb, hogy elhunyt paptestvérünk majdnem 50 éven keresztül szolgálta Isten dicsőségét és az emberek üdvösségét. 25 évig volt az egri érseki papnevelő intézet tanára, és majdnem 25 évig volt diósgyőri pap. Először 4 évig, mint káplán, élete utolsó szakaszában 19 évig pedig, mint plébános. Vince atya szerette a szemináriumot, szeretett tanítani, szeretett Egerben élni. A szeminárium éveiről az arany miséjére most megjelent emlékkönyvben ő maga is nyilatkozik. Szeretnék ebből egy részt szó szerint is felolvasni. A legszebb és legmagasztosabb időszak számomra a 25 éves tanárság. 78-tól 2003-ig, illetve a 7 éves rektorság. Megvallom őszintén, hogy amikor bemegyek az egri szemináriumba, mindig olyan különös érzés kerít hatalmába. Az alma mater érzése. Mindig úgy megyek oda, mintha hazamennék. Ismerem a ház minden zegét és zugát, és amikor elsétálok a folyosókon, sok minden eszembe jut. Örök élmény marad számomra az ott eltöltött idő. Mint volt kollégája és rektor utódja,
Szeretném elmondani, hogy sokat köszönhet neki az EGRI szeminárium. A rektorsága idején történt meg a szeminárium nagy történelmi épületének a külső tatarozása, és akkor készült el a Szent János továbbképző intézet, és kezdte meg az áldásos működését. Egy új részleggel gazdagodott a szeminárium könyvtára, és ami a legfontosabb, 1996-ban az egyházmegyei zsinathoz kapcsolódóan a szeminárium barokk kápolnájának a restaurálása. A másik nagy szerelme a diósgyőri egyházközség volt. Papi társaságban gyakran és szívesen beszélt arról, szívesen beszélt a kápláni éveiről, amikor annak idején, a vallás ellenes kommunista időkben is ő itt nagyon sokat dolgozhatott, és nagyon sok jó barátra lelt. Nagyon örült annak, hogy a szeminárium évek után visszatérhet ide Diósgyőrbe. Úgy gondolta, hogy az isteni gondviselés akarata ez, hiszen ő szeptember 12-én született, és itt Diósgyőrben szeptember 12-én Mária neve napján van a templom búcsú ünnepe. Kedves testvérek, amikor most elhunyt paptestvérünktől búcsúzunk, gondoljunk Mécs László szavaira, aki az egyik versében így figyelmeztet bennünket. Az élet örök búcsúzás, ó, bárcsak tudnánk fényt hagyni magunk mögött, mint a Messiás. Azt hiszem, nyugodtan, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Vince atya Isten kegyelmi segítségével valami fényt tudott maga mögött hagyni, mint a Messiás. Az EGRI szemináriumban, amikor egy negyed évszázadon keresztül tanította a papságra készülő fiatalokat, és a rendszerváltás után a leendő hittanárokat. Amikor a filozófia órákon a kispapokat megtanította a helyes, logikus gondolkodásra és érvelésre, és rádöbbentette őket arra, hogy a filozófia és a filozófusok segítségével is, az értelem útján is el lehet jutni a hitre, valamint Isten ismereteire és szeretetére. Fény és világító fákja volt ő itt Diósgyőrben is. Az ő tanítása és az életpéldája által. Mert az evangélium hirdetése által Jézus Krisztushoz, a világ világosságához akarta elvezetni az embereket. Olyan pap volt ő, Istennek olyan felszentelt szolgája, aki nem csak beszélt a szeretetről, hanem szeretett minden embert különbségtétel nélkül. Jézus példája szerint különösen is szerette az öregeket, a szegényeket, a betegeket, és a koldusokat, akiket saját pénzéből rendszeresen támogatott, mert ő megértette a megváltó Jézus szavait, és magáévá tette azt, amit az Úr Jézus mondott nekünk, amit a legkisebb testvéreim közül egynek is tettetek, azt velem is tettétek. A kedves jelenlévők közül sokan tudják azt, ahogyan az érsek atya is említette, hogy Vince atya a súlyos, gyógyíthatatlan betegség ellenére is szerette volna megérni április 3-át, az aranymise napját. Valószínű, hogy olyan lelkülettel, mint Szent II. János Pál pápa, akit ő különösen is tisztelt és szeretett,
hiszen az ő tiszteletére egy Diósgyőrben egy szobrot állítatott. Ez a szent életű pápa aranymiséje alkalmából egy könyvet is írt az ő papi életéről, papi hivatásáról, magyar nyelven is olvashatjuk, Ajándék és titok címmel. A Szentatya ebben a könyvben arra is utal, hogy a papi élet, a papi hivatás nagyon hasonlít a rózsafüzér titkaira. Miként a rózsafüzérnek vannak örvendetes, fájdalmas és dicsőséges titkai, ugyanúgy a pap életében is vannak örvendetes, fájdalmas és dicsőséges események. Vince atya életében is megvolt mind a három. Örvendetes titok volt számára az, amit időnként megemlített, hogy ő, mint egy osztályidegen, református csendőrnek a fia, méltónak találtatott az Isten szolgálatára. Örvendetes esemény volt számára az, hogy Rómában, a világegyház központjában tanulhatott, posztgraduális filozófiai tanulmányokat végezhetett. Örült annak, hogy teológiai tanár volt, nagy megtiszteltetésnek tartotta azt, hogy a jövendő papságot taníthatta és nevelhette, nem csak az Egri Egyházmegye kispapjait, hanem a Váci, a Debrecen Egyházmegye kispapjait, sőt a Kárpát-aljai kispapok is hallgathatták az ő filozófiai előadásait. A fájdalmak és a testi-lelki szenvedések is ott voltak az ő életében. Például, amikor nem látta a munkájának az eredményét, nem látta az ő szép, elegáns prédikációinak a hatását, amikor voltak olyanok, akik nem értették meg, vagy félreértették az ő terveit és elgondolásait. Az elmúlt évtizedekben sokat szenvedett a gerincsérve miatt, és a gerincsérvel kapcsolatos műtétek következtében. Az elmúlt hónapokban pedig vállára kellett vennie a gyógyíthatatlan betegség keresztjét. Vince atya, ahogyan mindnyájan tudjuk, földi életében nagyon sokféle kitüntetést kapott. Pápai prelátus, főszékes egyházi kanonok, címzetes prépost és főesperes volt, és lehetne még sorolni az egyéb címeit, kitüntetéseit. Az állami hatóságok is értékelték és elismerték az ő munkáját. Szülő városának, Borsod Nádasnak diszpolgára volt, Miskolc városától pedig megkapta a Pro Urbe díjat, tavaly pedig megkapta a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztje polgári tagozatának a kitüntetését. De hitünk és reményünk szerint az volt számára a legnagyobb kitüntetés, a legnagyobb dicsőség, amikor élete végén Jézus a jó pásztor is szólt hozzá, jól van, derék és hűséges szolgám, menj be Urad örömébe. Krisztusban, kedves testvérek, a Szentmise első ősegyházi elnevezése eukarisztia, ami magyarul hálaadást jelent. Az egyház a Krisztusban hívő közössége minden szentmisében hálát ad a mennyei atyának azért, hogy Jézus Krisztus által megváltott minket. Ami konkrétan azt jelenti, hogy megszabadított, illetve megszabadíthat bennünket
a bűn, a sátán és az örök halál rabságából. És azért is hálát adunk minden szentmisében, hogy a föltámadt, megdicsült és mindörökkön élő Jézus Krisztus velünk van a szentmise közösségében, különös módon is az oltári szentségben. A mai szentmisében, a mai eukarisztiánkon, az egyház hivatalos háladásához hozzá kapcsolhatjuk a mi személyes háladásunkat elhunyt paptestvérünkkel kapcsolatban. Hallgassunk Szent Ágostonra, egyházunk nagy tanítójára, aki egy alkalommal a temetésen így szólt a gyászolókhoz. Ne csak szomorkodjatok amiatt, hogy elveszítettétek őt, hanem inkább adjatok hálát a gondviselő Istennek, hogy eddig magatokénak mondhattátok őt. Gondoljatok arra, hogy ő hazatért az Úrhoz, de továbbra is tagja marad Isten nagy családjának. Csak előre ment, hogy majd mi is kövessük őt. Kedves gyászoló testvéreim, egyéni és közös imádságainkban mi is adjunk most hálát a jó Istennek. Köszönjük meg a gondviselő Istennek azt, hogy Vince atya személye és papi szolgálata által is megmutatta az irántunk való szeretetét és gondviselő jóságát. Emlékező háladásunk változzon most át egy könyörgő imádsággá. Kérjük Istent, ami mennyei atyánkat, hogy emlékezzen meg az ő hűséges szolgájáról, Szent Fiához hasonlóan támassza fel őt a halálból, és fogadja be őt a boldog, szent papok társaságába. Amen. Testvéreim, a boldog feltámadás reményében imádkozzunk isteni főpásztorunkhoz, Jézus Krisztushoz, elhunyt Vince paptestvérünkért, aki közülünk az örökké valóságba költözött. Fölszentelt szolgád életében oly sok szentmise áldozatot mutatott be másokért, vedd most kedvesen érte bemutatott áldozatunkat, hallgass meg, Urunk! Kérjük téged, hallgass meg minket! Fölszentelt szolgád oly sokakat tanított az örök élet igéire, jusson el hozzád, aki téged oly buzgón hirdetett. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Fölszentelt szolgád szeretettel kormányozta népedet a te útjaidon, vezess be őt a boldogság honába. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Fölszentelt szolgádnak, Urunk, akire sokat bíztál, légy irgalmas bírája, és rövidítsd meg szenvedésének idejét. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Szeplőtelen szűzanyádnak, égi édesanyádnak közben járására, akit ő mélységesen tisztelt, add meg neki az örök élet jutalmát. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Mindenható atyánk, örök Isten, életünkben és halálunkban egyaránt a tieid vagyunk. Hozzád könyörgünk, elhunyt Vince paptestvérünkért, ne tekints vétkeit, hanem csak jóra való törekvéseit, és vezesd át őt a halálból abba az életbe, amelyet egykor megígértél választottaidnak, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Thank you.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének kíséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész nagy szentek házára. Kérünk, mindenható Istenünk, hadd, hogy szolgád Vince áldozó pap, e szent áldozat kegyelmeiből színről színre láthassa mindazt, aminek hűséges szolgálatában élt a földön, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! És a lelkedel! Emeljük föl szívünket! Fölemeljük az Úrhoz! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Méltó és igazságos! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten! A te akaratodból születtünk, és gondviselésed kormányoz minket. A bűn miatt testünk a te parancsodra tér vissza a földbe, amelyből vétetett. De fiat halála megváltott minket, egy intésed felébreszt halálos álmunkból, hogy feltámadva megosszuk ő vele dicsőséges életét. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével értetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kenye, az új és örök szövetségé. Ez az ér értetek, és sokakért kiontatik,
a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásodat, amivel nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházat áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és Csaba érsekünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Emlékezzél meg Vince szolgádról, akit most magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült fiat halálában, részesüljön fiat feltámadásában is, amikor a holtakat életre kelti a földporából, és romlandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ott majd reményünk szerint velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, és színről színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül dicsőítünk téged, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő veled és ő bennel, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön.
szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Közönsítek egymást a béke egyelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok én létó, hogy a jégomra jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az életem. Krisztus testvére is vétek, hogy hiszem meg. Hirdetem a kedves testvéreknek az áldoztatás rendjét. Pap testvérek a szokott módon itt az oltárnál két szín alatt járulnak szent áldozáshoz. Kedves híveket pedig arra kérjük, hogy ne jöjjenek előre a kórus alatti részről, illetve a templom előtti térről, mert hátul a kórus alatt, a templom előtt és a közösségi teremben is lesz áldoztatás azok számára, akik kivetítőn követik a szentmisét. Tehát mindenkit arra kérünk, hogy maradjon mindenki a helyén, a kedves hívek, és mindenkinek lesz lehetősége szent áldozáshoz járulni. Thank you.
könyörögjünk. Urunk Istenünk, magunkhoz vettük szentségi ajándékaidat. Kérünk, hogy szolgádat, Vince áldozópapot, akit szentségi titkait kiosztójává tettél a földön, ajándékozd meg szent színed látásával a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Excellenciás és főtisztelendő érsek úr, főtisztelendő püspök atyák, főtisztelendő atyák, kedves testvérek! Hálás szívvel köszönjük meg érsek atyának a Szent Mise bemutatását, és dr. Dolhai Lajos atyának a Szent Beszédet búcsúzó szavait, amelyet mindannyiunk nevében mondott el itt az Úr oltáránál. Most, amikor a Szent Mise végén elérkezik az a pillanat, hogy a szertartásban is imádkozni szoktuk fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva útra indulunk, szeretnék ezzel kapcsolatban néhány gyakorlati dolgot hirdetni. Mivel a sok autó miatt nehéz a ki- és beparkolás, ezért majd itt a templom hátsó részénél, a hídnál két autóbusz lesz a paptestvérek számára, és ez a két autóbusz mindenkit kiszállít a temető kapujához, és amikor a sírbatételi szertartás véget ért, ugyanonnan az autóbusz vissza is hoz mindenkit ide a templomhoz, így a saját autókkal senkinek nem kell útra indulni, illetve kínlódni a parkolással, mert ez most már itt szinte lehetetlen lenne. A temető főbejáratánál fogunk majd találkozni, ahol megvárjuk azokat a testvéreket, akik autókkal fognak eljutni a temetőhöz, illetve akik gyalogosan indulnak, őket is megvárjuk. A temetőben már csak a sírbatételi szertartást végezzük, a főbejárattól fogunk bevonulni a sírhoz, ami a ravatalozó bejárata mellett található. A paptestvéreket, kispapokat, polgármester urat és alpolgármester asszonyt a sírbatételi szertartás után tisztelettel és szeretettel hívjuk az Adi Művelődési Központba a Szent Mise temetés utáni úgynevezett torra fogadásra, amelyet Vince atya kért és külön megemlített még a végrendeletében is, hogy a papoknak legyen vendéglátás. A plébánia nevében szeretnék néhány búcsúszót megfogalmazni. Búcsúzunk Vince atyától, mint a diósgyőri plébánia munkaközössége, munkatársak, sekrestyések, kántorok, énekkar és minden segítő, aki a plébániához közel álló személy. Búcsúzik a hívek közössége. Nagyon sokan nem tudtak eljönni ma, de az előző héten kedden nagyon sokan, és tegnap este is nagyon sokan búcsúztunk a gyászmisében és a közös imádságban. Búcsúzik a katolikus iskola és óvoda, pedagógusok és diákok, vezetők, dolgozók. Búcsúznak a plébánia lelkiségi csoportjai, különösen is a Szent István kör, amelyet Vince atya még az 1970-es években alapított, az akkori fiatal házasokból is, mint a mai napig működő lelkiségi csoport. Búcsúzik a Mária Légió 11 csoportja, akiknek 15 éven keresztül volt lelki vezetője. Búcsúzik a Páli Szent Vince Társaság és a Caritas és munkatársaik, akiket plébánossága alatt felkarolt és nagy gonddal terelgetett a szegényekért végzett munkában. Búcsúzik a Máltai Szeretetszolgálat és minden munkatársa. Búcsúzik a város papsága és a város hívő közössége. Búcsúznak a borlovagrend tagjai, akiknek hűséges társa és vezetője, segítője volt itt a borlovagok egyházi tevékenységében. Az ő részükről majd fogunk hallani rövidesen néhány gondolatot. Búcsúzik az evangélikus egyházközség, a diósgyőri evangélikus egyházközség és lelki pásztora,
búcsúzik a diósgyőri egyházközség és lelkipásztorai, a görögkatolikus parókia lelkipásztorával és híveivel együtt, akikkel itt léte alatt baráti, szoros kapcsolatban végezték a papi tevékenységet, lelkipásztori munkát nagy-nagy egyetértésben és szeretetben. Szeretném köszönteni polgármester urat és a város vezetőit, akik szintén megrendülve búcsúznak, az első pillanattól kezdve Vince atya halál hírétől testvéri, tiszteletteljes búcsúzó szavakat olvashattunk tőlük és kaphattunk. Ezt is figyelmességüket is hálásan köszönjük, és jelenlétüket is, hogy megtisztelték a mai szentmisét és Vince atya emlékét. Szeretném felkérni most az egyházközségünk képviselőtestületének világi elnökét, hogy a plébánia hívei egyházközségeink, a diósgyőri római katolikus plébánia, a hámori római katolikus plébánia és az ómassai közösség nevében mondjál búcsúzó szavait. Excellenciás és főtisztelendő érsekatya, főtisztelendő püspökatyák, főtisztelendő atyák, tisztelt városi vezetők, kedves hívek! A diósgyőri, a felsőhámori és az ómassai hívek nevében búcsúzni jöttem. Búcsúzik a nyáj szeretett pásztorától. Az emlékek még nagyon frissek. Itt él köztünk Vince atya, most is. Látjuk tekintélyt parancsoló alakját, amint a liturgiát végzi, vagy vár bennünket, kivonuló híveket a templom előtt. Halljuk szavait, látjuk meghatározó kézmozdulatait, gesztusait. Az öröksége, a szellemi és az anyagi öröksége itt marad velünk. Itt a templomban, a plébániákon, a templomokban, a felújított templomokban, mindenhol, és a szívünkben is emlékként kell éljen ez az örökség. Nem szomorkodhatunk azonban, hiszen hitünk és reményeink szerint ő már ott van, ahová mindig vágyott, a Jóisten közelségében. És nekünk is úgy kell élnünk a további életünket, hogy amikor majd egyszer az égbe kerülünk, akkor ott találkozhassunk vele. Személyes búcsú is ez a köszöntő, hiszen nagyon jó viszonyt ápoltam Vince atyával. Kedves Vince atya, Isten áldjon, nyugodj békében. Most pedig kérem a Por lovagrend képviselőjét, hogy mondja el búcsúzó szavait. November 2009 írtuk. Az István Ádor Borlovagrend számára ez egy nagyon szép nap volt, ugyanis a miskolci minorita templomba a szentmise után borlogavatás történt. A mártonnapi borok lekóstolása után neves jó embereket avattunk, hisz atyát idézve azt mondta, hogy a szőlőművelő, bortkedvelő, hajlott hátú, kérgeskező emberek jó emberek, és igaza volt. Kapcsolatunk személyesen és a borlovagrenddel ezután még mélyebbre ásódott, hogy így mondom, hatódott. Támogatta borrendünknek azt a törekvését, hogy a Kárpát-medencében szinte egyedülállóan szép népi hagyományokat ápoljuk. A mostani területünkön is, és az elszakított területünkön is. És így sokszor voltak felvidékről, délvidékről ezeken az ünnepségeken résztvevőink. Ez a templom a helye annak, ahol a vincenapi szőlővesző szentelést Isten nyugtassa Vince atya tartotta. Ez ugye egybeesett a névnapjával, nagyon sok szép emlék volt, amikor a parókián megköszöntöttük, énekeltünk egyet és kocintottunk. Jó egy hónapja volt legutóbb a vincenapi szőlővesző szentelés. Sajnos nem tudtuk, reménykedtünk,
elbúcsúzott, és bekövetkezett, már nincs köztünk. Remélem, figyeli és segíti a munkánkat. Vince atya, Isten nyugtasson! A búcsúzó beszédek után szeretném a köszönetemet megfogalmazni. Remélem, hogy senkit nem felejtek, ki igyekszem rövid lenni. Elsősorban szeretném megköszönni a rengeteg imádságot, amivel az utóbbi időben kísérték az életünket a kedves hívek, paptestvérek és mindenki, aki ismerte Vince atyát. Nagyon sok üzenetet kaptunk, amelyben biztosítottak imádságukról, támogatásukról, éreztük hatását. Szeretném megköszönni plébániánk munkatársainak, mindenkinek, aki segített az utóbbi időben, nem csak a temetési előkészületekben, hanem az elmúlt egy hónapban, ami mindannyiunk számára nehéz volt, de együtt hordoztuk a keresztet, és ebben nagyon sok segítséget kaptunk. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik Vince atya itthonléte alatt napról napra bejöttek, segítettek az ő ápolásában, ajándékaikkal és mindenféle jó és szép szavakkal vigasztalták és erősítették benne az életkedvet, az örömet, amiért mindvégig hálás volt. Szeretném megköszönni az énekkarnak a mai szentmisére, mai szentmisén hallott szolgálatát, hogy ilyen gyorsan és ilyen sok áldozatot és időt vállalva ezt tudták vállalni. Szeretném megköszönni a minisztránsok szolgálatát és mindenkinek, aki a mai napon bármit is tett azért, hogy ez a mai rendezvény zökkenőmentesen és minden gond nélkül végéhez érkezhessen. Szeretném megköszönni a paptestvéreknek is, hogy ilyen nagy számmal eljöttek, és azt is, hogy itt az oltár mellett az elmúlt években volt káplánatyák is vállalták, hogy itt az oltár közelében foglalnak helyet, ezzel is kifejezve tiszteletüket Vince atya iránt, hisz mindannyian itt szolgáltak az elmúlt 19 év alatt. Köszönöm az orvosoknak és az ápolóknak, akik emberfeletti és erőfeletti munkát végeztek, mind a megyei kórházban, mind pedig a Semmelweis kórházban, a Covid osztályon, ahol mindent megtettek azért, hogy Vince atya otthon érezze magát, és úgy költözhetett el ebből a földi életből, ahogy azt megtervezte, és minden úgy történt, ahogy ő akarta. Csendesen és békésen, szenvedés nélkül. Halála előtt két nappal, amikor bent voltam nála, és elköszöntünk úgy egymástól, egy nagyon békés és nyugodt mosoly volt az arcán, és úgy tekintett ránk, már mint aki félig nem is ebben a világban van, és amikor kijöttünk a kórteremből, elaludt, és kedden reggel így nem ébredt föl, álmában hívta haza az Isten, úgy, ahogy azt előre megtervezte. Azt mondta, hogy szépen szervezzük meg a temetését, mindent pontosan, ahogy ő csinálná. Mindent előkészített, mindent precízen, pontosan már előre megszervezett, és ma reggel egy picit mosolyogtunk, amikor úgy megállapítottuk, hogy még a jó időt is el tudta intézni. Tegnapi havazás, eső, szél után azért kicsit féltünk, hogy eső vagy bármi megzavarja a mai szentmisét, de Vince atya ezt is elintézte, úgyhogy utólag is köszönjük. Amikor a gyászmisét tartottuk kedden, úgy köszöntem el a kedves testvérektől, hogy remélem, hogy Vince atya hű marad önmagához a mennyek országában is, és most is így búcsúzom és így zárom ezeket a búcsúzó szavakat. Vince atya, remélem, hogy már minden széket és minden helyet átrendezett a mennyországban, hogy mindnyájan, akik most itt vagyunk, helyet kapjunk, és senki ne maradjon ülőhely nélkül. Én hiszem azt, hogy mindannyiunk számára igyekszik kijárni egy-egy fohásszal az üdvösséget, nyugodj békében.
Testvéreim, amikor az emberi testnek hívő lélekkel megadjuk a végtisztességet, bizalommal kérjük Istent, az élet urát, hogy elhunyt testvérünket, akit erőtlenségben temetünk el, erőben támassza fel, és állítsa őt megdicsőült szentjei sorába. Miután megszabadult a halál gyötrelmeitől és elnyerte bűnei bocsánatát, irgalmazzon neki az Úr az ítélet napján. Fogadja őt szeretetébe a mennyei Atya, vegye vállára, mint hazatért bárányát Jézus a jó pásztor, és a Szentlélek örök szeretetében örvendjen az el nem múló boldogságnak és a szentek társaságának. A szentelt víz keresztségünkre és Krisztusra, aki szenvedésével, kereszt halálával és feltámadásával megváltott minket. Legyen ez a tömjén, a tisztelet jele a megkeresztelt ember teste iránt, amelyet a szentségek, a Szentlélek élő templomává avattak. De Isten akaratában megnyugodva, és a feltámadás reményében kísérjük halottunkat utolsó útján nyugvó helyére. Útközben imádkozva ajánljuk őt, mennyei Atyánk végtelen irgalmába. Jézusunk, lelkek örök pásztora, te kincsér van a szemben, szeretett tájadra. Urunk, mint árvát sírunk elő. Kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására, adj nekünk a mi és szeretetes igazságokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti, a mi és szeretetes igazságokat. Amen.
Bye.